72 évvel ezelőtt Mindszenti József együtt ünnepelte a Görög és Római Katolikus Egyház Egyesülésének 300. évfordulóját, valamint a Mária Pócsik egykép könnyezésének 250 éves jubileumát Mária Pócson. A prímás emlékére Palánki Ferenc, a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye püspöke celebrált szentmisét a Nemzeti Kegyhelyen szombat délután a Kisboldogasszony napi búcsúval egyidejűleg. Az utolsó magyar herceg prímás emlékére ezután szobrot avattak a település római katolikus temploma előtt, amelyet Bíró Lajos szobrászművész készített. A szobor állítását Kis András, a megyei közgyűlés tagja kezdeményezte. Hiszem, hogy ez a szobor jelként áll itt, jele a mindenható Istenbe vetett hitünknek és annak a hithez való ragaszkodásnak, amely talán Mária Pócson különösen is érezhető, és ez a megmaradásunk záloga. Mindszenti József a II. Világháborút követően bírálta az ország közállapotának romlását, a féktelen terrort, a kommunisták a politizálás vágyát emelték ellene. 1948-ban letartóztatták, a hírhet AVH központban kihallgatták és megkínozták, egy koncepciós perben elítélték. Mindszenti 1975. május 6-án hunyt el. 1989-ig nem mondhattak érte nyilvánosan meghirdetett gyászmisét, halálának hírét alig említhették meg a sajtóban, külföldön azonban már halála után nem sokkal szoborállítással emlékeztek meg róla. A Jóisten olyan példaképeket ad számunkra, magyarok számára, akik vérzivarattalos időben vállalva a hitüket és meggyőződésüket vezetik az országot. Nos, Mindszenti bíboros ilyen ember volt, és ezért hálát adok Jóistennek, hogy a mi generációnk képes arra, hogy békében emléket állítson neki. Soltész Miklós államtitkár az ünnepségen úgy fogalmazott, Mindszenti József élete kiemelkedően példaértékű a katolikus egyház nagyjai között. Felemelte szavát, és védte is az üldözött embereket. A II. Világháború vége fele Magyarországon felerősödött zsidó üldözéssel szemben is nagyon határozottan kiállt, és mentette is őket, például a Veszprémi püspökségen. És védte egyházát, és mindaddig, amíg lehetett, fölemelte szavát az egyházak üldözése, rendek bezáratása, iskolák becsukatása, és a sok-sok kegyetlenkedéssel szemben, amit a hívőknek, keresztényeknek, katolikusoknak és más felekezetőeknek is el kellett szenvedniük. A bíborost hamarosan boldoggá avathatják. Az elmúlt hónapokban fontos előrelépések történtek, amíg 1994-ben kezdődött eljárásban. Június 11-én Rómában a Consulta dei Teologi, a Teológusok Bizottság egyhangú pozitív döntést hozott a bíboros életszentségéről. A legnagyobb elismerés, csodálat és tisztelet hangján megállapították az erényes, hősies gyakorlásának megvalósulását. Erre a pillanatra 22 év óta vártunk, és az örömünk végtelenül nagy volt. A Mária Pócsi szobor állítását a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye és a magyar kormány is támogatta.